Sziasztok! A mai napon úgy döntöttem, hogy leforgatom életem első unboxing, vagy kicsomagolós videóját, és megmutatom nektek azt, hogy mi rejlik ezekben a hatalmas zöld dobozokban. Annyit megsúgok azért előre, hogy nagy hype veszte mostanság ezt a márkát, és néhány ember annyira szerette volna megvásárolni a kollekció egyes darabjait, hogy képes volt akár még verekedni is érte, úgyhogy gondolom azért, mert így nagyjából érzitek, hogy melyik márkáról lesz szó. Most igen, azon szerencsések közé tartozom, akik be tudtak lépni a nagy napom a webshopba, és tudtak rendelni maguknak néhány valmét darabot. Egyébként ezt azért mondom így, mert először nem tudtam, hogy pontosan hogy kell kiejteni, és talán először balmainak mondtam, aztán így rájöttem, hogy ez valójában annyira nem, valószínűleg nem így van a márka kiejtése. Úgyhogy egy kicsit utána néztem, és később rájöttem, hogy ezt igazából franciásan és egy kicsit ilyen lazán balmének ejtik. Úgyhogy igazából nem is akarom tovább szaporítani a szót, mert borzasztóan izgulok, hogy pontosan miket is rejt ez a zöld doboz, illetve nyilván tudom, de hogy így élőben még nem láttam. Úgyhogy most elő is veszem a kis eszközeimet, és meg is látok a bontogatásnak. Igazából annyit kell tudnia még így tudni a dologról, hogy ugye hivatalosan a 10-én nyitott a webshop, de hogy azt hiszem, hogy olyan 11 óráig esélytelen volt belépni, tehát végig azt írta ki az oldal, hogy hol az, hogy éppen karban tartanak, hol pedig az, hogy éppen sorban állok, úgyhogy azért elég nehézkes volt a menet, főleg, hogy így gyakorlatilag annyira izgatottan vártam, hogy mikor itt a webshop, hogy minden egyes másodpercben nem tudom hány darab F5-ös nyomtam, hogy frissítsem folyamatosan az oldal. Úgyhogy nagy izgalom volt, de megérkezett! Húha! Hűha! Most akkor jöjjön is az első... Jöjjön is! Tehát akkor jöjjön is az első darab. Igen, ez egy papíros, ez minket annyira nem érdekel. Hát először is rendeltem egy ilyen fekete-fehér monokrom felsőt. Úgyhogy akkor ezt most így szépen, ahogy ezt rendnyomódik felül kell. Hűha, mert most érzem, hogy egyébként súlyra nagyon nehéz, tehát eléggé, remélem, eléggé minőségi anyagból készült, mert a súlya ezt sejteti. Wow! Most egy kicsit eltökröm az arcom. Hű, de csini! Van benne egyébként feltömés is, ezt erre nem számítottam két alapján, de nem baj, mert egyébként szeretem a feltömés és darabokat, hogy szerintem tökre csinossá teszik az ember. Hátul pedig ilyen abszolút ilyen cipzáros. Ennek a felsőnek megrendeltem a szoknya részét is, az valószínűleg a másik dobozba fog rendelni. Úgyhogy igazából ilyen, nekem nagyon tetszik meg, vagy mondhatni hétköznapi darab. Ez pedig egy sima rövidújas, egy sima logózott rövidújas. Itt se ilyen, mert van a logó, a márka név rá mintelve. Nem tudom a pontos eljárás, de mondhatni, hogy ez a rész itt egy ilyen se ilyen, és ilyen több kis jóféle hamutanyagnak tűnik, úgyhogy igazából ezt így a hétköznapokra vettem, te meg jár rohangálós hétköznapokban, én nagyon sokszor viselek ilyen sima, egyszerű rövidújasokat, úgyhogy ez így megtetszett nekem. Egyébként, igen, ez volt talán az a darab, amit a leghamarabb elkapottak, úgy tudom, hogy online is, illetve a bolt nyitásakor is, úgyhogy igazából ez volt az egyes számú csomagocska. Amit egy picit talán hiányolok ilyen áron, vagy ilyen minőségben az, hogy valami kis zacskó, valami logózott zacskó, vagy valami ajándékdoboz, már nem erre a zöldre gondolok, hanem nyilván márkázott ajándékdoboz, szerintem azt még úgy mellé
vigyezheted volna a H&M csapatot, de hát, hanem hát nem. És akkor most jön a második csomag. Ez kicsit nyelv, mint mondtam, a szoknya alsó, ez a szoknya lesz. Tehát a felsőnek az alsó része, bocsánat, kicsit így tudok. Igen. No, és akkor jön a szoknya. Óha. Csíny. Nem tudom, hogy láttátok a rendesen, remélem igen. Ez is egyébként súlyra elég nehézkesnek tűnik, de nagyon ilyen kis fék és minőségi anyagból készült, úgyhogy igazából azért tetszett meg nekem ez a szert, mert hogy szerintem tehát, hogy együtt olyan, mint hogyha egy ruha lenne, és tök jól néz ki, de hogy külön-külön is viselhető, és igazából ez ad egyfajta változatosságot, és ad egyfajta szabadságot, hogy akár többször is egy héten az ember felvehesse, vagy különböző alkalmaknak megfelelően kombinálhassa más-más ruhadarabokkal, nyilván az adott eseménynek megfelelően. Úgyhogy tök jó, nagyon örülök nekik. Alig várom már egyébként, hogy egy outfit sorozatban is megmutathassam nektek a kis bolmé ruhácskáimat, mert szerintem nagyon jól kombinálhatóak. Egyébként én direkt azért választottam ilyen kicsit egyszerűbb, letisztultabb, minimalista stílusú darabokat, mert hozzám inkább közelebb áll ez a vonal, mint a kollekció más darabjai, amik inkább egy kicsit voltak csicsásabbak. Nem akartam ezt a szót használni, de nekem őszintén szóval a kollekció többi darabja egy kicsit már így too much volt. Tehát ez a sok gyöngysor, meg díszítés, meg sújtás, meg minden, az így tök szép, meg tök jó, de hogy pont nem jó arra, hogy az ember tudja így a hétköznapokon hordani. Én meg direkt úgy voltam vele, hogy ha már tényleg ennyi pénzt kiadok egy ruhadarabért, akkor az már legyen olyan, amit jól ki tudok használni, sokszor fel tudok venni, tudok kombinálni ezzel azzal, és ezt hamarosan meg is fogom nektek mutatni a blogon, hogy hogy lehet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, remélem elnyerte a tetszéseteket ez a fajta kicsomagolós videó, és nagyon szívesen veszem a visszajelzéseteket, hogy a jövőben szeretnétek-e még ilyeneket, mert hogyha igen, akkor természetesen kielégítem ezt az igényt, és csinálok még sok-sok-sok csomagolósit. Legyen szép napotok, és puszilok mindenkit!